mit várunk az euró-dollár árfolyamától és ugye a dollártól általában 2016-ra. Továbbra sem tudunk nagy meglepetésekkel szolgálni, ami elképzeléseink szerint a euró-dollár árfolyama az a paritást el fogja érni 2016-ban, azon mondjuk, hogy a továbbiakban is a dollár erősödő pályán van. Ennek több okát is látjuk. Alapvetően három oldalról közelítjük meg ezt a kérdéskört. Az első az a monetáris kérdés, lesz-e további kamatemelés vagy sem Amerikában. Azt gondoljuk, hogy relatív értelemben kell ezt értelmezni. Nem várjuk azt, hogy a Fed dinamikusan minden ülésén 25 bázispontot emelve fog egy jelentős kamatemelési ciklusba belemenni. Mi azt gondoljuk, hogy relatív értelemben megtartja ezt a kamatemelési várakozást, de nem lesz olyan dinamika benne, mint azt sokan várják, sőt el tudjuk képzelni, hogy fél évig egyáltalán nem nyúl a kamatokhoz. Viszont ezzel szemben mind Ázsiában, elsősorban Japánban, mind Európában további kvantitatív easinget várunk, azaz további eszközvásárlási programot, ami tovább fogja rombolni az eurós eszközök hozamát. Magyarán szólva, a dollárnak a relatív kamatelőnye az továbbra is fenn fog maradni és növekedni fog. Ebből adódóan azt gondoljuk, hogy a dollár, ha nem is olyan dinamikával, mint sokan várták, de tovább fog erősödni, tehát mi várjuk idén a paritást. Úgy egy kicsit a fiskális részlet éljek, ott is azt gondoljuk, hogy az amerikai gazdaság sokkal stabilabb lábakon áll, mint az európai, tehát ilyen értelemben is az európai gazdaságnak további stimulusokra lesz szüksége, tehát nem csak monetáris oldalon, hanem fiskális oldalon további lazítást várunk. Illetve a harmadik ilyen pont, az a politikai kérdés, azt gondoljuk, hogy miután választások lesznek Amerikában, egy választási év az mindig egy jó év szokott lenni, továbbra is ezt gondoljuk, hogy az amerikai gazdaság jól fog teljesíteni, nem várunk szignifikáns meglepetéseket, mindazonáltal, hogy drága a piac, vagy nem drága a piac, ugye is egy nagy kérdés, ugye 10%-ot estek az indexek, mi azt gondoljuk, hogy többé-kevésbé most beárazódott az a fajta félelem, hogy az amerikai gazdaság nem fog úgy húzni, ahogy ezt várják, de nem várunk további szignifikáns nagy esést. Megint itt azt tudom mondani, hogy relatív értelemben, a másik oldalon pedig ugye Európa igazgatási rendszere, egyrészt európai eszméje, az most ugye óriási kérdéseket kap a társadalomtól, hogy ezt így akarja továbbvinni ilyen formában, azt gondolom, hogy így akarja, és ilyen formában, csak most egy óriási stressztesztek van kitéve, hogy ezt elsősorban a menekült kérdést hogyan kezeli. Én azt gondolom, hogy ez meg fog oldódni, ez a kérdés szintén. Ugye mindez megspékelve a gazdasági bizonytalansággal, azt gondolom, hogy az eurónak a árfolyamát jelentősen fogja befolyásolni, mint pedig nem az erős irányba, inkább a gyenge irányba. Tehát azt gondoljuk összességében, hogy mind monetárisan, fiskálisan és politikai értelemben is a euró nyomás lesz, az euró inkább gyengülni fog, és ezzel szemben relatív értelemben a dollár az erős tud maradni, és ez nem azt jelenti, hogy óriási kamatemelést várnánk, hanem a két deviza közötti kamatkülönbözet az tovább fog tágulni a dollár javára.